Na sziasztok, kedves nézők! Innen a kis tűzrakóhely mellől, parázs mellől és a Mónika által összerittyentett hangulatfény mellől, pezsgővel kívánok mindenkinek boldog új évet! Jobb évet, mint ami mögöttünk marad. Aztán még a maradék pezsgőt megiszogatjuk, és akkor így zárjuk a óévet. Lassan leég a tüzecske is. Hangulatfény itt is megvan a kis parázssal. És így lehet felkészülni a következő évre tisztító tűzzel. Mennek a tűzi játékok. Nézzétek, milyen a közepe. Nem kellenek nagy dolgok a boldogsághoz. Kis tűz, melege, hangulatfény. Volt egy kis evés-ivás, ilyen kis egyszerű terülterülj asztalkámmal, és ezzel zártuk a évet. Kis tokim, nem tudom, mivel látszódik. Tűzmesterrel, kis parázssal. Felszítom a tüzet, hogy sülögessen. Most már ki kell aludnia, mert mi is megyünk aludni, mint az öregek. Na, ezt azért szépen fog látszódni, hogy beízzik a tüzecske. Ez egy autófelniből összehozott kis tűzrakó. Itt a tetején lehet látni a lukakon. Megfüstölöm egy kicsit a telefont. Csináltam már egy ilyen kis rövid videót, amikor lángolt és begyulladt a berakott tűz. Ugye ez még a legelső hegesztésem volt, és a ilyen bontott zsanérral volt itt a szélén megcsinálva. És egy ajtó volt itt rajta. Ez itt hever most mellette. Mert az lepottyant, mert akkor csak olyan zsanéron volt hozzá, és gyorsan kellett valami sütögetéshez, és az még egy elég gyenge pötykölés volt egy régi szutyok heggesztőgéppel, mit lehet látni, és mostanra ez elfáradt egy pár százezer nyitogatás után, de hát még így is megtette a dolgát, az ajtó az itt van lent a földön, azt láthatjátok, van még a fa. Nem lehet így hagyni, úgyhogy kis pezsgő iszogatás közben megvárjuk, amíg a parázs itt kialszik, de így jobban néz ki, hogyha figyeljétek csak. Mindjárt, hát így a villogóval milyen jó lett. Vagy ez már csak a pezsgő hatása? Nem tudom, hogy fog látszódni. De szerintem tiszta stroboszkóp. Egy fejlámpával megy a buli. Na hát most már jó megfüstölöttem, úgyhogy búcsúzom tőletek. Sziasztok! És még a szemembe is ment a füst, megsiratom az óévet.